elindítom a felelőket. Jó estét kívánok, Henry Zsanikó vagyok, és most itt a Fém színházban vagyunk, a Fém Álcent Caféban. Én vagyok az egyik alapítója ennek a helynek, ezen kívül még ketten vagyunk, akik itt dolgozunk, a nagyon magas őszhajú, aki néha itt szokott mászkálni, és a Máté. Mi hárman azért csináltuk meg ezt a helyet, hogy itt össze tudjuk gyűjteni az összes művészetet, ami nekünk tetszik. Elsősorban színház csinálással foglalkozunk, hogyha valakit érdekel a színház, akkor a szünetben, vagy ezek a kiállítás megnyitó után, vagy amikor ráérnek, akkor meg tudjuk mutatni a színház, mert tudunk egy kicsit beszélni az előadásainkról. Nekünk ez a szerelmünk, mi ezért élünk, hogy színházat csinálhassunk. De a színház az is egy művészet, az is egy műfaj, és mellé nagyon sok minden belefér, megfér, sőt, ki is egészíti egymást és erősíti is egymást, ezért gondoltuk, hogy az összes többi tereinkben mindenféle más művészeti ágat is szeretnénk befogadni, többek között képzőművészetet és fotoművészetet is, ezért vagyunk ma este itt, hogy egy ilyen fotó kiállítását, nem tudom, hogy mennyire fotó, ezt nem fogja mondani, nálam sokkal szakavatottabb úr kiállítás mennyit megtartsuk. Én ennyit szerettem volna mondani, hogy ha érdekel bárkit a színház, akkor nagyon szívesen állunk rendelkezésükre, akár én, akár az Attila ott hátul, vagy a Máté, és innentől pedig elkezdődik ez a kiállítás megnyitó, amiért ma este mindenki idejött. Nagyon szépen, hogy köszönöm, hogy eljöttek, és várjuk a kiállítás megnyitót. És a csíkos tofu? Azt majd elmondom. Jó. Nem kell? Nem kell. Biztos? Ez jó. De nem tudom kikapcsolni. Nem kell? Tehát hölgyeim és uraim, kedves barátaim, Kimesi András Kimer, Oculus AG nevű projektjét fogom megtisztítani. Jól gondolom? A Kimer egyaránt ért az állóképhez, mozgóképhez, meg a fertőzéshez, és a videóiba, meg egyik tevékenységében a zene nagyon nagy szerepet játszik, ő is fog majd játszani, majd meg fogjátok látni valami, és természetesen ő a szavakhoz is ért. Úgyhogy az ő gondolatait olvasom fel kezdetként, mert hogy kiáltás megidőkor ugye a művészt beszokták mutatni, hogy mint a Gime is, hogy 1967-ben született, meg amikor ilyen kicsi volt, meg ekkora, meg akkor, akkor ilyen iskolákat járt, stb. Sokkal jobban írja le a gondolatait, gondolatokat, amiket én is elmondom. Idézem őt. Én vagyok Gime, magyar hangja. Mióta látok, mindig is olyan szokatlan dolgokat vettem észre, amiket mások általában nem. Aztán elkezdtem fotózni bő 5 éve. Hamar az utcára, akkor pontosítsuk, hogy még akkor hány éve? Hát most már 13. Jó, oké, akkor javítjuk. Hamar az utcára kerültem. Már fotózni, mivel utcaváros témában kezdtem el fényképezni először. Ez a street photography, ugye? Ez a utcafotó, és aztán elkezdtem más irányokba is mozogni, például a modellfotózás, ebből később jött a koncepciózus, megrendezett képalkotás. Menet közben azonban hogy-hogy nem, egyre inkább készültek olyan képek, amik valahogy nem illettek bele semmilyen addig irányba sem. Különböző részletek, fények és árnyékok, alaktalan alakzatok, ismétlődések, kitekeredett világ. Hát majd körbenéztek, csak látjátok, hogy remek példák vannak itt a falon. Minden ráadásul már nem csak puritánul lát a valóságot, hanem valamiféle szürreális belső szem által vezérelve, sok
látható digitális eszközökkel is rásegítve a látvány létrehozásához így születtek a képek, amelyeket végül 2014-ben pontosan láttunk. Kezdtem el egy sorba rakni, külön projektként, igen, jól mondom, kezelni. Így jött létre az Oculus AG nevű projektem. Ő tud írni egy vers, nyugat-európai szabad vers. Ki tudja, hogy mit hallott a halott hal ott, ha a legott kapott legót? Mondá ő szintén, szinte minden szinten, őszintén. Művész vagyok, nem igazi. Kimesi András kimen. Na most, ha itt közelebbről megszemléljük az alkotót, azt biztosan mondhatjuk, hogy nem egy szokványos arc, hanem eredeti, akár csak a képei. Az eredetiség természetesen nem stílus kérdése csupán, hanem a képek által kifejezett gondolatok, érzések vizuális megfogalmazása, mondjuk azt a stílusa. És ha így maradjatok ülve, így sorba veszük a képeket, hát akár föl is kapcsolhatnánk azt a titoltatos lámpát, ami egy vastövekkel megkoncsolált oszlopon művészkedik. Ugyanakkor látjuk a holdat maga titoltatosságában, és ebben az egész kompozícióban egybefoglalva jóval többet kapunk, mint egy utcaképet. Vannak más fotográfiai megoldások is. Nem tudom a kép címét, de Gyime segít talán. Jó, mindegy. Valójában igazán nincs is szükség címekre. Legfeljebb annyival megkülönböztetem, hogy ne úgy, mint a börtönben, hogy a rabok megszámolták a viccet, mert már 1000-szer 150-re hallották, és akkor Józsi, mondok egy viccet, 57, és akkor mindig elkezdik csapkodni a térdüket, mert már ők kívülről ismerik a poént is. Tehát a címek csak megtévesztenék, úgymond a nézőt. A fotográfia, a magyar fotográfia történetében ez szokás volt évtizedekkel korábban is, aki Lőrinczi György nevét ismerte, vagy emlékszik, ő a 60-as, 70-es években a magyar fotográfiának egy különleges tehetsége volt, és én láttam egy kiállítását, nagyszerű kiállítását a Magyar Építőművészek Székházába, és a képeinek a címe numero 1-től numero 32-ig volt. A kép maga egy üveglapra sorgatott enyv lefényképezését jelentette, csak hogy az alakzatok, lásd Rosán teszt, különleges mondani valót sugartak. A kimes, lehet, hogy csorgattál már egyet üveglapra? Nem. Vagy lehet, hogy igen, de nem tudom. De nincs szükség, mert ő a maga egy csorgatását, a fényeket csorgat, és a fényeket teszi észre, és sokszor teljesen mindegy, hogy városképről van szó, ott belóg egy hajszál, tehát itt nem egyszerűen a kiadó alapkiadóvállal képes a megjelenését teljesítette, hanem egy képet konstruált, amiben bár van torony életlenül, inkább a nő jelenik meg. Egy furcsa
haladtalak az 56-os szemnek, mert én is fölismerem. Tulajdonképpen nem a megszokott fölül mindenki által megkezdeni látvány fogalmazta meg, hanem valami más, ami csak ez az emlékmű szinte csak egy ürügy, hogy valami nagyon izgalmasat mondjon el nekünk. Hát különböző, merre vagy, szerzőtárs, hogy a Wiener olyan értelemben perfekt a technikában, hogy mer olyan objektíveket, meg ilyen bütyköléseket használni, amik tulajdonképpen a gyártók forgalmazott ellenére, akik ugye a legtökéletesebb rajzú, legíresebb rajzú objektíveket gyártják meg. Éppen ezt a tökéletességet mondja el, de hát nem kell ahhoz egy milyen objektív, amit szoktál így a baby, vagy hogy hívják a milyen alakzatában. Ja, a gyártó? Nem, az a gyártó, de én nem a gyártó, később kezdte el gyártani azokat, amiket én használok. Tehát ilyen mindenféle előtés módosító lehetséget. És hogyha sokszor teljesen mindegy, hogy milyen objektívet tesz fel, hosszú záridő elkaszálja a világot, a pillanatot, és akkor egy igazán még címet sem lehetne hozzáadni. Mondjuk ez a numeró 64, mondjuk. De függetlenül, hogy kép címét ismerjük-e, vagy sem, élmény, és valószínű, hogy te is fontosnak érezheted ezt a képet, mert nagyságában is, sőt még egy 2, 4, 6, 7, 7 ágú, jól számolod? 7 ágú csillag még külön megvilágítja, vagy tőle jobbra egy nagyon izgalmas kép, ami lehet, hogy a nap sütött a felhők mögül kibukva, vagy nem is érdekes, hanem maga a, ugye a színek pszichológiáját nagyszerűen alkalmazott, a tűz, a szenvedély, a szerelem akár jelenhet meg egy ilyen abstrakt képpel. De hát még az önarckép is, ugye hát divatos a selfie, ez valóban, bocsánat, majd nem átszunk, hát hogy mitől izgalmas ez a kép. Természetesen, hogy Gime önmagát ábrázolja, de önmagáról képet azáltal ad igazán, hogy a stílusában, a vizuális megjelenítés formájában olyan esztetikai elemet alkalmaz, ami akár éppen a torzítás, a fotohibákra emlékeztető képalkotást jeleníti meg. De önmaga világát, képi világát is nagyszerűen kifejti a kép. Én szoktam használni, vagy nem is tudom, enyém az elsőség, szoktam mondani régebben, hogy Gime a magyar fotográfia Picasso-ja. Na most úgy értettem, hogy Picasso-nak különböző korszakai voltak, nekem kedvencem a kubista korszaka, amit érdekességként mondom, hogy 1916-ig csinált Braccal közösen, tehát nem a képet csinálták közösen, hanem egy korszakot, és 16-ban aztán mások folytatták, de a Picasso-ék által kitalált kubizmus ma is hat a festőkre, tehát nagyon izgalmas. Hát én úgy érzem, hogy a Gime hat a fotográfusokra mindenféleképpen. Van, aki irritál ez a vizuális stílus kifejezési mód, van, aki túl sokat
képes beleérezni ezekbe a képekbe, és hangosan mondom, hogy jól teszik, mert ezek jóval többet jelentenek, mint ugye a jól elkapott pillanatok, amit hát sokan sokáig a fotoművészetet is úgy definiálták, hogy a fotoművészet a pillanat művészete. Én hozzátenném, szoktam is gyakran, hogy a fotoművészet nem csak a pillanat művészete, hanem a gondolkodás művészete is. Persze rögtön tiltakozhatnának a képzővészek, a festők, szobrászok, építészek, hogy ők is, ami semmi különleges, meglepő, elkülönítő nincs. Tehát az igazi művészet nem csak ábrázol, megmutat fölmutatott pillanatot, hanem gondolatokat, érzéseket közvetít, természetesen élményszerű megjelenítésben. Mert hiába készítünk tökéletes képet, most a tökéletes képet azt kicsit ironikusan a 50 évvel ezelőtt Magyarországon megjelent egy fotolexikon, ahol a jó kép, jó felvétel, fénykép fogalmát, vagy a címszót azt úgy fogalmazták meg, hogy az éles, színhelyes, tónushelyes és kiegyenlített kompozíciójú. Na most, hogyha nem csak Gimét vagy magamat, hanem itt körbenézek, itt nagyon kitűnő fotográfusok vannak, volt, aki már többször állította ki a képeit. Hát, ha ők úgy fényképeznének, ahogy a fotolexikon címszavában összefoglaltak szerint ugye a jó fénykép fogalmát jelentik, akkor ezek tök unalmasak lennének manapság. Nem azért, mert hogy az emberek muták és nem értenek a képhez, nem ismerik fel, hogy mik az élesség határai, vagy éppen az életlenség, mint esztetikai autó ellen, mikor segít rá a képbe, hanem 2023, tehát a 21. században élünk és gondolkodunk. Tehát a művészet hasonlíthat a fotoművészet is, ugye 1839-ben ismertették Daguerre találmányát, és ott annak ellenére az éles képek voltak előnyben, annak ellenére, hogy ez a 20-30 perces expozíció volt szükséges, hogy a kép megjelenjen. Gime fittyet hány az átsebességnek, mint ahogy már láthattuk, és szerencsére a fanyagó kritikusok, vagy Tóz, ez a portrét, az 100-150 milliméteres portréobjektívvel kell csinálni, mert különben a perspektívus torzítás, stb. Hát akkor izgalmas egy kép, hogyha megragadja a nézőjét, és íme az alkotó, aki nem csak ezekkel a képeivel képes megragadni bennünket, hanem ezek a jövőnek is szólnak. Jelenben készültek, és természetesen. Úgyhogy, ha én is kérek egy képet, és még egy pillanat, hogy nagyon köszönjük a Film Arts and Café-nak, mert hogy a művészetek manapság határok nélkül olykor egymást segítve, egymás társaságában jelennek meg. Egy színházi, színpadi előadás ma már nem létezik fények nélkül, legtöbb esetben ti sem hagyjuk tavat gondosan a korabeli elképzelések alapján megfestett
vászon díszletre építenek, hanem a fényekkel, a fénydíszlet, a nagyszerű ezek a apró pontos színes csillám részek, amik ott a gömb forgásában tükröződnek. Én azt hiszem, hogy ez egy remek hely, és őszintén szólva én is kíváncsi vagyok, hogy mi folyik itt máskor. Majd jövök is színházon. Vagy. A kiáltást még nem nyitom meg, vagy hogy is beszéltük meg? Mert hogy te fogsz zenélni. Igen, egy hangzavart adok elő. Ami nem a képeid magyarázatát, vagy nem tudom, rásegítést jelenti, hanem az egyéniségethez, a művészetethez hozzátartozik. Igen. Sőt, hát én emlékszem, hogy a Szent Iszlón bocskán kipróbáltad, illetve nem kipróbáltad, hanem a rögtetted a te kis szárnyas drónjaidat, és láttam az összevágott videót, hát nagyon izgalmas. Önmagában ott is elnézést kérek, hogy most beszélek olyanról, amit itt nem láthattok, de ugye a filmművészetben is vannak eszközök, az időnek a kezelése, az is végtelen sok rendezői ötlettel lehetnek szabályosak, meg szabálytalanok. Tehát az egyik videót azt tetszett, hogy röpült a drón, készítette a tájról a lovakról a képeket, és akkor kivágtál folyamatokból egy-egy rész, és akkor egy ilyen taggató, de határozott ráközelítés volt. Tehát nagyon izgalmas. Itt a képeidnél, hát, de hát majd győződjetek meg, hogy itt is azt látom izgalmasnak, hogy a szabályokat, amikor szükséges, föl kell rúgni, de a úgynevezett fotográfiai, fényképészeti hibák is, mint az elmozdulás, a bemozdulás, sokan bemozdult a kép, akkor dobásot törzsbe. Holott akár ez a kép is, ezt már mutattam, egy teljesen új megközelítési lehetőséget a számukra. Pedig az nem is bemozdulás. Pedig az nem is bemozdulás. Jó. Akkor zene. Vagy mi? Igen. Vagy mondjam azt, hogy egy kiáltást megnyitom, és akkor... Mondhatod, attól még elindítom. Jó, nézzük meg, mert szerintem ez fontos. Jó, akkor most következik egy ilyen képekhez illően neonista szürreál audio performancia, hogy egy fül sem van azon szárazon. Aki teheti, kérem, hogy kapcsolja be a telefonján ezt a Wi-Fi hotspot, tehát hogy a Wi-Fi adó kapcsoljátok be. Automatikusan lehet rákapcsolódni a hálózatra? Nem kell rákapcsolni a Wi-Fi-re, hanem a telefonon van, ahogy Wi-Fi hotspot, tehát mint hogyha te adnád, vagyis ha te adod a telefonod, adja a jelet. Azért, mert ez az alkalmazás, amit most elindítottam, ezeket a jeleket fogja. Megosztanád. Nem a Wi-Fi felhívás? Amikor adni akarsz valakinek. Jó, igen, tudom. Nagyon érdekes. Nagyon jó lesz. Ez a hatások, én miattam, hogy mit kell csinálni? Tehát Wi-Fi-be... Nem. Igen. Ezek az énekhangok az a beállítás. Úgy képződnek ebben az alkalmazásban, hogy fogja ez az alkalmazás a fülemeket, és azokat, akik jól jön, életben.
hogy At the invitation of the Atomic Energy Commission, CBS reporters went to Oak Ridge, Tennessee with recording equipment. They also wanted to find out how it felt to live in an atomic city. Ноль четыре три восемь два восемь девять четыре
Thank you.
Thank you.